Csöngedi Nicolette, tanuljuk meg ezt a nevet, mert egész rövid idő alatt kellett beugrani egy olyan szerepbe, ugye a Fanchette-ből a Susanna szerepében, ami nem egyszerű. Mennyi idő állt rendelkezésére a kislánynak, és hogy tudtátok ezt megoldani? Hát úgy volt ugye, hogy csütörtök este tudtuk meg, igazság szerint. Pénteken még ugye nem volt egész biztos, hogy most van betegség, nincs betegség. Tehát tulajdonképpen lelkileg pénteken délelőttől készültek fel, ami azt jelenti, hogy péntek, szombat és vasárnap délelőtt próba és délután előadás. A próbák alatt ő hogy bírta ezt a terhet szerinted? Én szerintem nem nagyon gondolkodott, illetve teljesen oda voltunk, hogy abszolút készen jött. A stúdióban, amikor tanítjátok a gyerekeket, erre tudatosan készítitek föl őket, vagy ez még odébb van? Hát én megmondom őszintén, hogy minden tanárnak megvan a maga profilja, hogy mit csinál. Én azt hiszem, hogy én erre készítem őket, igaziból, az igazi, a kintlétre, tehát, hogy amikor kint vagyunk és éles lövésben mi van. Én rengeteg önálló dolgot adok, amit önállóan meg kell csinálni, mert mindig azt mondom, hogy hát könnyebb lenne elmagyarázni, hogy most balra megy, hátra néz, és ülök, és ki kell várnom, amíg magától rájön. Tehát nagyon nehéz néha a helyzet, rengeteg türelem kell, mert sokkal egyszerűbb néha mondani, hogy mit kellene csinálni, de nagyon jó érzés, hogy rájönnek, és én szerintem ezt a metódus most azért készek voltak több helyről, tehát igazságtalan lennék, ha nem azt mondanám, hogy az egész tanári kar itt mindenki mögöttük áll. Minden színész rémálma a beugrás. Hát hogy jött ez elő, ez a történet? Így van, egy valóban nehéz feladatról van szó. Igazából úgy jött ez a történet, hogy a tanárnő, illetve a tanár úr felhívtak engem telefonon, és mondták, hogy lenne egy ilyen lehetőségem, és mondtam, hogy nagyon szívesen kipróbálnám, illetve hogy vállalom a beugrást, ugyanis ez egy nagy kihívás számomra is, és nagyon vártam, hogy végre megmutathassam magam. Akkor ez egy premier neked, 5 perc szó előadás, mennyire izgulsz? Annyira nem izgulok, de szerintem menni fog, nem lesz probléma. Kint morajlik a tömeg, innen halljuk, és Csöngedi Nicolettel társalgok, aki egy nagyon komoly szerepet vesz át a Bárányhimlős Bugár Annától, Szuzán szerepe Figaro házasságában. Hát, hogy tetszik lenni? Nagyon szépen köszönöm a kérdést, izgalommal várom a ma estét, és nagyon izgulok, úgyhogy de bízom a legjobbakban. Te korábban Fanchette-t játszottad, ugye? Mennyit figyelted az Annát, hogy ő milyen történeteket próbál előhozni magából a Szuzánhoz? Hát amikor nem voltunk színpadon, akkor a színfalak mögött természetesen figyeltem mindenkit, hiszen nagyon sokat lehet így tanulni, és hál' Istennek a próba folyamatok alatt is ott voltunk végig, úgyhogy azért tudtam valamennyit még emlékezni, illetve meríteni az eddigiekből. Ez egy önálló Szuzán szerep lesz, vagy pedig az ő korábbi alakításához kell kopíroznod? Mindenképpen azok alapján fogok ma fellépni, illetve megpróbálni alakítani ezt a szerepet, amit láttam, természetesen belőlem is lesz egy kis rész. Meglátjuk, de most mindenképpen arra törekszem, hogy rendben, egészségesen lemenjen a műsor. Ilyen módszerekhez csak tanult nők értenek, ám asszonyom! Hagyjuk már, Figaro! Meglátok egy nőt, és azonnal vadul dobogni kezd a szívem. Kalimpál, félrevel a szerelem szóra, meg a kéz szóra. Olyan hevesben van a vágy, annyira szeretném azt mondani valakinek szeretlek, hogy közben föl alá rohangálok a parkban, és egyre ezt hagyogatom a grófinak, neked, a fáknak, a fellőknek, a szélnek, ami elfújja őket a többi hiába való szóval együtt. Tegnap Marcelinával találkoztam. Lány. Asszony! Milyen érdekes szavak! Milyen izgalmasak! Ez mindjárt megkergül! Fanchette legalább meghallgat. Ő kedves, te viszont nem vagy az! Igazán sajnálom! Hát ide figyelj, uracsak! Ezt már nem viszi el tőlem senki! Csak az életem árán! De ha keves vagy, kaphatsz mellé ezer csókot is! Hadd így ki! Megmondom a klófinak, hogy mit követ ez egy kis anyja! Végem van! De most még mi törrém őt meg úgy? Na! Ne szűnj itt a kicsit, hogyha szürkül, akkor nem jössz le a kert, akkor se esküvő, se hozomány. Ha nincs esküvő, akkor nincs első éjszaka joga sem, kegyelmes uram. Honnan tanult ez? Anita, az előadásod azt mondtad, hogy kicsit izgulsz. Én azt látom, hogy nem is picit, nagyon izgultál. Ennek jelét a színpadon én férfiasan bemondom, nem láttam.
Hát bevallom, volt egy kis egészséges izgalom bennem, de úgy érzem, hogy sikerült áthidalnom. Már most milyen mesterien intézed a dolgodat? Kicsi fánse, igazán kétséges kis kuzin vagy. A főszereplő, az egyik főszereplő, az igazi beugró itt áll velem szembe, és boldog mosolyal nyugtázza a hatalmas sikert. Igen, nagyon, nagyon megkönnyebbültem, rettentően izgultam az előadás előtt, de közben, hál' Istennek, minden lecsillapodott, és tudtam arra figyelni, amire kellett, hogy lemenjen az előadás. Mit színészkedik? Csillapodjon! Csak az történik, amire titkom maga is válik. Hogy érezted magad az előadás alatt? Én nagyon jól éreztem magam, tehát hogy nem volt bennem olyan érzet, hogy beugró vagyok, hanem abszolút úgy éreztem, hogy mintha mindig is csináltam volna ezt a szerepet. Megye még egyszer utoljára búcsút! Szuzánától is ölelje meg még egyszer! Hogy, hogy utoljára? Hát te lente visszajön majd! Jaj, barátom! Egy ilyen előadást megmenteni, az milyen érzés? Mekkora felelősséget éreztél a vállaidon? Hú, hát volt felelősség a vállamon, úgy gondolom, de tényleg csak arra tudtam gondolni, hogy lemenjen, és hogy partnere tudjak lenni mindenkinek, akivel együtt dolgoztam, és hogy ne akasszam meg az előadást, szóval leginkább a többségre figyeltem, nem konkrétan magamra. Ha most bizonygatni kezdeném, hogy okom van rá, azzal elismerném, hogy tévedhetek. Na, hiszel a szavamnak, vagy sem? A szünetben figyeltelek, a példány azért a kezedben volt. Az volt a mankó végig? Ez volt a kabala? Igazság szerint nem is volt szükségem a szövegre, csak pusztán azért fogtam, hogy egy biztonságérzetem legyen, hogy ha esetleg valami probléma lenne, akkor tudjam, hogy hol a példányom, és tudjam, hogy mit kell majd mondani. De hát nem volt egyetlen egyszer se rá szükségem. Ennek a gyermeknek a vallomása legalább olyan ártatlan volt, mint az enyém. Azt vettem észre, ez lehet, hogy a KK-n is csomót keresek, hogy az első 3-4 mondatodnál fönn volt valahogy a hangod, akkor lehetett az izgulást érezni. Talán ez az első jelenetben volt. De utána, ahogy ez a jelenet lement, utána beletaláltál, és végigvitted úgy, ahogy flottul, ez kellene. Legalábbis én így láttam. Igen, én is ezt éreztem az elsőnél, az első megszólalás, az nagyon, nagyon izgattottá tett, és végül is onnantól kezdve már úgy éreztem, hogy hadd menjen, ahogy jön. És a folytatás? Jó lesz. Hogy segítettek a kollégák a háttérben? Minden, nagyon aranyosak voltak. Instrukciókat kaptam még menet közben is, meg utána is, hogy mi volt a jó, mit kell még egy kicsit erősíteni, tehát hogy segítettek sokat. Akkor ez a fanset most megvolt? Hát én úgy érzem, hogy amit tudtam, azt magamból beletettem. Hát akkor most hihess, teljesítsd a feladatodat, de nagyon vigyázz, csak annyit mondj számának, amennyit a prókúr rád bízol. Miért mondtál egy más? Azt hiszi, gyerek vagyok! Mennyire izgultál a gyerekeid miatt? Hát persze, hogy izgultam, nagyon izgultam rettenetesen, de amikor már belépünk a színpadra, akkor már nem lehet úgy izgulni, mert mindenki amit tud csinál, tehát nem szabad, hogy lássák, hogy mi izgulunk. Az előadásból nem látszott, a fánsettet játszó kislány az egyből benne volt, a másik kislány körülbelül olyan 2-3 perc után teljes mértékben, mint hogyha 20-szor játszotta volna. Úgyhogy most egy kicsit elemeztük a dolgokat, az volt az érzésem, hogy ha az ember egy drámába ugrik be, ugye akkor abba beteheti a feszültségét. Na most egy vígjátékba könnyednek kell lenni, tehát dupla nehéz, tehát ha nem tripla nehéz, hogy könnyednek, légiesnek, pontosnak, tehát fantasztikus, milyen, mennyire koncentráltan oda kell figyelni, és még jókedvűnek is kell lenni, tehát nem megy az, ha valaki görcsös, mi egymás, na hát ők csodálatosan megoldották. Mondtam, hogy ha lehetne, hogy most így nagyon sírjak, akkor biztos sírnék értük, mert annyira csodálatos volt, és ami az érdekes, hogy ugye Stanislavski mondja, hogy akkor jó egy színész, egy nagy színész, hogyha saját magát is meg tudja lepni. Én úgy érzem, hogy itten minket nagyon megleptek. A két kislány szerepei, amit játszottak, azért az segítették, hogy ebbe az előadásba valamilyen szinten, ha kicsit lejjebb is, ugye, de már benne voltak, és már jó párszor előadtátok.
Lehet, hogy segít, de pont erről beszéltünk, hogy hiába, tehát más az embernek a szemszöge, a nézőszöge, mégiscsak, tehát ez ugyanolyan dolog, hogy ugye hamarabb tudja az ember a partner szövegét, mert hallja, de ha el kéne mondani tényleg, akkor nem tudná. Ági, mi alapján választottátok ki, hogy ez a két kislány ugorjon be az Anna, illetve a másik kislánynak a helyére? Hát ismerjük őket, úgy mondjam, ugye a színészi kis életüket a kezdettől fogva, a legeslegkezdettől, tehát a felvételitől, a mindennapokon keresztül, hát végzősök, és hát nagyon-nagyon ismerjük őket, én úgy érzem. Csak azért kérdezem meg, amikor először a Fansettet játszó kislány kilépett a színpadra, olyan volt a Bugár Anna alkatilag, csak ugyan más hajszínnel, meg más színekkel, de én pont, ugye hát én nem ismerem a gyerekeidet, de én azonnal ezt a kislányt tettem volna be az Anna szerepébe, mert ugyanaz a fazon, ugye? A darabban sokszor van az, hogy a szerepcsere, ugye? És az Anna picite magas, hogy ez a kislány meg pont magas volt, úgyhogy ebből a szempontból ez elég jól sült el. Igen, hát én szerintem nagyon jól sült el. Hát sok minden más is közre játszott. Azért egy beugrás, ez egy nagyon speciális helyzet. Mennyire izgultak ők előre, amikor megtudták ezt tőled, hogy itt be kell ugrani? Én nem tudom, úgy érzem, hogy ők inkább örültek, nagyon örültek, és nagyon akartak, és nagyon dolgoztak, és nagyon szorgalmasak, és nem véletlenül, hogy így lettek kiválasztva, mert abszolút nagyon megbízható két fantasztikus, komolyan dolgozó ember, és úgy érzem, hogy minden visszatérült, amit ők valaha is ebbe a szakmába betettek. Köszönjük és gratulálunk a gyerekeknek még egyszer. Hát mi is köszönjük, és nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Mit szóltak a kollégák?